Sziasztok! Ismét itt van egy vásáros videó, nézzétek meg, hogy mit vásároltam a különböző helyeken. A Penny-ben vásároltam ilyen koktél paradicsomot, 799 forintba került, fél kiló szerintem, ránézésre. Imádjuk ezt a retro rágót, 129 forintba került. Karát csirkemell sonka 229 forint volt. A vadmeggyes tea herbáriától 349 forint volt. Aztán volt ilyen XXL-es cékla, ez 349 forintba került. És az XXL-es magozott megybefőtt 549 forintba. A sziszi tömlős sajt 139 forintba került. A tehéntúró 289 forint volt, az avokádónak darabja 299 forintba került, ez a kedvenc májasunk, ezt már többször megmutattam, 449 forint volt, az XXL-es popcorn, ilyet még nem vásároltam, remélem, hogy finom lesz, 489 forint, a pöttyös túró desszert 249 forint volt, ilyet még nem ettünk. A citrom kilója 799 forint volt, a narancsé 499 forint, aztán vettem ilyen nagyon szép kék szőlőt, 699 forint volt kilója. Robi imádja ezt a rumos golyót, ezt az Aldiban tojásformába szoktam vásárolni, 399 forint volt. Az édes buronya kilója 499 forint volt. Ezeket vásároltam a Penny-ben. A Spárban vettem ilyen csemege hagymát, 199 forintba került. Aztán nagyon szeretjük ezt az extra sonkát, ez amit lehet látni, 3490 forint kilója. Ez a kedvenc párizsink, 2690 forint kilója. A másik nagy kedvenc, mindenki szereti, 1990 forint kilója. Aztán lehetett kapni most kecske sajtot, én érlelt kecske sajtot, és 2550 forint volt kilója a natúrnak és a füstöltnek is. Egy karfiol 399 forint volt. Nagyon olcsó volt, most 49 forint volt darabja az erős paprikának. Ezen teljesen ledöbbentem, 499 forint volt egy kosár kiwi. És a körte kilója 399 forint volt. Ezeket vásároltam a Spárban. A Lidl-ben vásároltam Kirának csizmát, ez 4900, vagy valahogy így volt, sajnos a blokkot nem találom, úgyhogy csak így nagyjából tudom elmondani most az árakat. Ez így néz ki, ez nagyon kis klassz, jó meleg télire. Aztán vettem tojást, azt hiszem 41 forint volt darabja. Vettem ilyen sajtos kiflit, 89 forint volt egy darab. Saláta, ha jól emlékszem, akkor olyan 200 forint körül volt. Ez 499 forint volt, emlékszem. 200 forint a tej. Gyönyörű volt a karalábé, 169 forint volt darabja. Vettem ilyen kis portörlőket, 799 forint volt. És akkor vettem egy ilyet is, ez is ugyanannyiba került. 2499 forint volt, így föl lehet húzni.
Ezt elteszem Kirának, majd a télapó fogja hozni. Aztán 289 forint volt kilója a sütőtöknek. Aztán, hogyha vettünk kettő dobozzal ebből a fajta trapistából, akkor a második az 149 forintba került. Tehát 300 forint volt egy egyébként. Aztán Robinak vettem ezeket a mülleres rizseket. 149 forint volt egy darab. 119 forint volt Alexa kedvenc műzli szelete. Ezt ajándékba kaptuk, ugye, hogyha vásároltunk a Lidl-ben, applikációval. Aztán 199 forint volt a datolja szilva. Hát a cékla kilója 150 forint, nem tudom, hogy nagyon olcsó volt. Ugye azt hiszem valami 80 forintért vettem ezt, vagy valami ilyesmi. 350 forint volt a szép kis kelbimbó. 189 forint volt a Mizó kávé. Vettem egy ilyen hajdú paranyicát, hát már fogalmam sincs mennyi volt, de nem volt drága. 600 forint volt a cukkini kilója, és még vettem egy ilyen paprikás párizsit, de ilyen zöldséges, de fogalmam sincs, mert mennyibe került. Úgyhogy csak az a lényeg, hogy ezt is vásároltam. Bocsánat, hogy az árakat most ilyen pontosan nem tudtam megmondani, de nagyjából, amiket mondtam, azok voltak az árak, vagy volt, amit pontosan tudtam, azt is mondtam nektek. Ezeket vásároltam a Lidl-ben. A DM-ben vásároltam ilyen mélyhűtő zacskót, 449 forint volt, ez 1 literes, és 65 darab van benne. Rá tudjátok írni, ugye, hogy mit tettetek el, mikor alkoholos filccel is le lehet zárni ilyen kis záróval. A papír zsebkendő 369 forint volt. Most le van értékelve ez a tusfürdő 299 forintra, ennek az a lényege, hogy ebben van bőrradír. Aztán vettem 299 forintért ezt a tusfürdőt, 499 forintért ezt a WC-tisztítót, kedvencem ez az ecetes tisztító 399 forint. Aztán a Neutrogénától vásároltam 2000 forintért. Ez egy ilyen kis, hát egy ilyen hidratáló kis szérum, ami állítólag így gyorsan reggel, ha felkenjük, akkor így rendbe teszi a bőrt. És vettem még ilyen törlőkendőt, ezt nagyon-nagyon szeretem, 499 forintba került. Ezeket vásároltam a DM-ben. A Spárban vettem vajkrémet, ez át lett csomagolva, nem tudom, hogy emlékeztek-e, de egy ilyen kerek dobozban volt, mint mondjuk ez a rizs, és most ilyenbe pakolták. Ez 419 forint volt, 599 forint volt a Domestos darabja, 145 forint volt a Müller rizs, ez a múltkor talán a Lidl-ben vásárolt, igen, a Lidl-ben volt ugyanennyi. Tehát, ahogy mondtam nektek már többször több videóban, hogy az akciókat át szokták vinni.
tehát egyik boltból a másikba, és akkor végig megy mindegyiken. 109 forint volt a Jogobella darabja, 799 forint volt a fél kilós kürtös paradicsom, 399 forint volt a fokhagymás kamember, 279 forint volt ez a fajta koktél paradicsom, és 499 forint volt a bugaci paradicsomnak a kilója. Ezeket vásároltam a Spárban. A Lidlben vásároltam Kinder tejszeletet, 100 forint volt darabja. Mármint ugye, hogy egy darab, mert 10 darab van, mert 999 forint volt, tehát 100 forint volt egy darab. A Kinder Pingi 789 forint volt, a 8 darab. Kira imádja ezt a Mogyi féle popcorn. Igazán már mindent kipróbáltam, de eddig ez jött be a legjobban, 699 forint volt ez az XXL-es csomagolás, hogy ebből, főleg ha mozizik valamit, akkor ebből biztos, hogy készítünk, vajasat is vásároltam neki. De egyébként én is imádom, Robi nem szereti egyedül a családban. 349 forint volt az áfonya, így 3000 alatt volt kilója, 109 forint volt a rizses desszert darabja, a sertésmájas és a borjúmájas 849 forint volt, tehát darabja nyilván. Ez a magyaró krémes croissant 139 forint volt egy darab. Ez a gyönyörű zöldalma 399 forint volt kilója. A piros almának 269 forint volt kilója. 1299 forint volt a juharszirup. 199 forint volt a datója szilva darabja, és 469 forint volt az édes burgonya kilója. Tehát 500 forint alatt azért az már jó áron szokott lenni. Ezeket vásároltam a Lidlben. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom tőletek, hogyha van valami új ötlet, hogy melyik helyen mit lehet, valami szuper jó dolgot venni, és amit itt találtatok ugye így az üzletekben, vagy akár karácsonyi dolgot is, most már ugye az is aktuális. Tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon, tudtok nekünk levelet írni a lent látható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!